Pont ott partin várták a 2019. évi fölvételi ponthatárok nyilvánosságra kerülését a Szegedi Tudományegyetemre pályázó fiatalok a Dugonics téren, a rektori hivatal előtt. A várakozást a Carson Coma koncertje könnyítette meg, majd a nagy pillanat előtt dr. Habil Gellén Klára, a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese köszöntötte az egybegyűlteket. Most már valóban csak pár perc, és megtudhatjuk, hogy kik azok, akiket a Szegedi Tudományegyetem első éves hallgatóiként köszönhetünk, akik a Szegedi Tudományegyetem nagy egyetemi közösségének tagjává válnak. A Szegedi Tudományegyetem a maga 21 ezres hallgatói létszámával elmondható, hogy Magyarország egyik legnépszerűbb, nemzetközileg elismert, magasan jegyzett felsőoktatási intézménye, mind kutatási, mind oktatási szempontból komoly rangot és elismerést vívott ki magának, és akár a nemzetközi, akár a hazai rangsorokat tekintjük, mindenhol nagyon szép helyen vagyunk a rangsorokban, és kiemelkedőek emellett az elhelyezkedési mutatóink is. Meggyőződésem tehát, hogy jól döntöttek, akik bennünket választottak, és elmondható, hogy egy ilyen nagy család tagjaként mindenki megtalálhatja a tehetsége kibontakozásához szükséges utat, és emellett számtalan szakmai és közéleti programban vehetnek majd részt. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy aki bekerül a Szegedi Egyetem egyetemi forgatagába, életébe, izgalmas és élményekben gazdag évek előtt áll. A ponthatárok napvilágra kerülése sokak számára okozott örömöt, bár csalódott arcok is föltűntek a tömegben. Hamarosan az is kiderült, hogy 5%-kal emelkedett a Szegedi Tudományegyetemre első helyen jelentkezők száma a 2019-es általános felvételi eljárás adatai szerint, amely eredménnyel az STE felülmúlta az országos átlagot. 44 országból 14.596 jelentkező 27.289 jelentkezést adott be a 2019-es általános felvételi eljárásban a Szegedi Tudományegyetem által meghirdetett több mint 650 szakra. Első helyen 8.033-an jelölték meg a QS rangsor szerint legjobb magyar egyetemet. Az is elmondható immár, hogy a külföldi hallgatók folyamatban lévő felvételi eljárásának lezárását követően várhatóan több mint 7.500 új hallgató kezdheti meg tanulmányait 2019. szeptemberétől a Szegedi Tudományegyetemen. Ponthatárokat ünneplő bulit a téren a Supernem koncertje, a Jate klubban az After Party zárta.